Az égetett tésztafánk, vagy égetett tészta receptje igazából nagyon egyszerű, 1 deci víz, 5 deka zsiradék, vaj vagy zsír, ki mit használ, 3 tojás és 10 deka liszt. Most egész úgy kezdődik, hogy a zsiradékot és a vajat fölforraljuk a pici sóval, belerakjuk a lisztet, amikor ez összeállt egy masszával, akkor tűzről lehúzva nagyon gyorsan belerakjuk a 3 tojás sorba. Arra kell figyelni, hogy tényleg nagyon kell kevergetni, mert a tojás hajlandó kicsapódni és megsül, és akkor ilyen labar tojást kapunk. Ha sikerült mind a 3 tojást belekeverni, akkor utána lehet ez habverővel és géppel is dolgozni, vagy haganállal. Utána ez tulajdonképpen a képviselőfánknak az alapja, kis labdákat formázunk belőle sütőbe, és berakjuk sülni. Ennek kell kb. 10-15 perc, amíg ez szépen nem fölfújódik, és utána már tulajdonképpen meg is van. Van egy másik módszer, ez bőzsírba ugyanezt a masszát kisütjük, azt hívják égetett tésztafánnak, az pedig csokoládéval